félbevágja, vagy hogy jövő? Rutinos, gyors mozdulatokkal szeleteli és csomagolja a kiválasztott parassonkát, ez az árus a szekszárdi piacon. Egy kiló 2400 forintba kerül, mintegy 100 forinttal többel tavalyhoz képest. Bali Józsefné kifejezetten ezt a típusú sonkát kereste, azt mondja, nem tapasztalt drágulást a piacokon. Én ugyanannyiért veszem most is, mint amit eddig is szoktam vásárolni. Egy másik őstermelő azt mondja, nem mindegy, meddig érlelik a sonkát, ha több mint fél évig, akkor az az árban is tetten érhető. Kétfajta sonka van egy 6 hónapos érlelésű és egy másfél éves. A 6 hónapos az 3000 forint per kiló, a másfél évesé pedig 4800 forintos. Ezt a vajhoz képest? Keveset drágult, nem? Tehát egy pár száz forintot. Mennyi? 2-300 forintot drágult. Az eladók szerint a vásárlók a csülköt viszik a legjobban az ára miatt, abból egy kiló 1600 forintba kerül. A sonka mellől természetesen a tojás sem hiányozhat. Ennél a termelőnél háromfajta méretben lehet kapni. A tojás darabját mérettől, árusító helytől függően 23 és 43 forint között kaphatjuk. Az ára tehát nem ment fel jelentősen az ünnepek előtt, tapasztalják a vásárlók. Tojást vettem, mert itt vannak az unokáim, és tojásfestés lesz. A sonkához is tojás kell, és minden egyéb dolgot, ami a sonka mellé való. Retket, hagymát. A húsvéti tálon a zöldségek is helyet kapnak, amik jóval többe kerülnek, mint tavaly, mondja a Bajáról érkezett árus. Tavalyhoz képest kb. 20-30%-kal drágultak a magyar primőrök, a sárgarépa, a zöldség és a krumpli az még nagyobb mértékben drágult, és a káposztafélék is, ezekből már importra szorulunk, magyar már nem is kapható se a lila káposztából, se a fejes káposztából. És tojássonka most, amit visznek? A tojásnak maradt az ára, ugyanannyiba kerül, mint a tavalyi évben. A most következő néhány nap során értékesítik éves szinten a füstölt főtt termékek több mint harmadát, mintegy 6500-6700 tonnát. A termelők 3-4%-kal emelték az árakat átlagosan tavalyhoz képest.